mi próbálunk egyfajta, hát ha nem is értékteremtőként, de értékmegőrzőként funkcionálni, és próbálunk teret biztosítani Jankának. Janka előadását követően lehet majd kérdezni Jankától, és utána majd pár diában vázolnám az elképzelést a kerekasztal hátteréről, majd ezt igyekszem nagyon-nagyon gyorsan, és utána meg megkérem majd vendégeinket, hogy gondolkodjunk együtt a tehetséggondozáson, a tehetség fogalmáról, és egyáltalán az egyetem, az oktatás és a családi házak szerepéről. Mindenkinek én is jó szórakozást kívánok, akár pedig szeretettel felkérem, hogy tartsa meg az előadását. Én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ahogy ott már elhangzott, Molnár Jankas Vára vagyok, a Székesfehérvári Telekidant a gimnázium 11. osztályos tanulója. És az előadásom címe korokkal jöttök fel a sokszáj proporcionális panorámáig. Egész kiskorom óta vonzódok a fizika iránt, így az előadásomban főleg azt szeretném elmesélni, hogy hogyan is kezdődött a fizika szeretetem, milyen szeretem a fizikát, milyen kutatásokat csináltam. Szeretném mesélni a mostani és egyben kedvenc kutatásomról, és illetve főleg a középiskolásoknak szeretném bemutatni, hogy mennyi lehetőség van a fiatalok számára.